A duális szakképzés rendszerében hogyan változott meg az intézményrendszer? 2016. szeptemberétől új iskolaformák jönnek létre. A korábbi szakközépiskolák helyére jönnek a szakgimnáziumok, és a korábbi szakiskolák helyére a szakközépiskolák. Fontos elmondani azt, hogy itt nem pusztán egy név cseréről van szó, komoly tartalmi változásról is beszámolhatunk. Amíg ugyanis a korábbi szakiskoláknál 3 év után kaptak a diákok egy képzést és egy végzettséget, és utána a munkaerőpiacra kikerültek, addig az új típusú szakközépiskolákban, amik ennek a helyére jönnek, a 3 év nem fog változni, azonban a 3 évet kiegészíti egy 2 éves érettségre történő felkészítés. Ennek értelmében a diákok alapértelmezésben bent maradnak a képzésben, és a szakma után felkészülnek az érettségére is. Tehát gyakorlatilag a középfokú képzés úgymond harmadik kategóriájában is érettségre történik a felkészítés. Ez az új típusú szakközépiskolák rendszere. Az új szakgimnáziumok rendszere annyiban különbözik a jelenlegi szakközépiskolákétól, hogy amíg a jelenlegi szakközépiskolákban az érettségivel nem kapnak a diákok OK és végzettséget, hanem csak az érettségi után plusz 1 év végén, addig az új szakgimnáziumokban az érettségivel is kapnak már egy OK és végzettséget, és az érettségi utáni 1 év végeztével megkapják ezt a technikusi szintnek mondott OK és végzettséget. Tehát a szakgimnáziumokban az érettségi mellett 2 szakmát szereznek a diákok 4+1 év alatt. Ebben az új rendszerben a pénzügyi gazdasági képzés vajon megjelenik-e, vagy milyen formában? Igen, figyeltünk arra a struktúra kialakításánál, hogy a diákok hozzájuthassanak azok az ismeretekhez, amik a mindennapi életben fontosak számukra a pénzügyi világban történő eligazodás tekintetében, és ennek érdekében egy kötelező pénzügyi és vállalkozási ismeretek című tantárgyat terveztünk, amit minden diáknak abszolválnia kell, tehát nem csak a pénzügyi szakmát végzőknek, hanem bármilyen egyéb szakmát tanuló diákok számára is kötelező ez a szakgimnáziumokban. Ez egy fél éves vagy egy éves tárgy? Hát ugye ott egy éves tantárgyakról beszélünk, talán a harmadik vagy a negyedik évben, pontosabban fogalmazva 11. vagy 12. osztályban kerül sor ennek a tárgyoktatására.